Kétféle méretben élénk sárga színű tetővel sorakoznak a hulladékgyűjtő edények a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Telephelyén. Hamarosan a helyükre kerülnek. Egy pályázatnak köszönhetően kerül sor az elhasználódott kukák lecserélésére a Hulladékgazdálkodási Társulás több településén. A beszerzés folyamatos, tájékoztatott a cég vezetője. Decemberben már a 120 literes szelektív edényeknek nagyjából a negyede megérkezett, tehát körülbelül olyan 5000 darab, 20000 darab fog összesen érkezni. Az 1100 literes nagy gyűjtőedényeknek a 350 darabból mindegyik megérkezett, illetve várjuk még a komposztládákat. A cég nem csak az új edények beszerzésén dolgozik. Már jóval az új év előtt elkészült a 2023-as hulladékszállítási naptár. Ebben részletes tájékoztató olvasható a szállítási napokról. A kommunális hulladék tekintetében ugyanúgy 52 alkalommal fogjuk elszállítani a lakosoktól a kommunális hulladékot. A szelektív hulladékgyűjtés az két hetente fog történni, mint az elmúlt időszakokban. A zöld hulladékgyűjtés pedig 10 alkalommal fog megtörténni 2023-ban, ebbe beletartozik ugye az évelei fenyőfa gyűjtés is. A cég az idei hulladékszállítási naptárát időben eljuttatta a szolgáltatás által érintett önkormányzatokhoz és a lakossághoz is. A nyomtatványon kívül a táblázat településekre lebontva megtalálható az interneten is a phgkft.hu/naptárak oldalon.